Szevasztok! Újra itt vagyunk, Skander edzés. Új taggal bővültünk, Szőlősi Gábor látogatott el hozzánk a mai nyílt edzésünkre. Mit kell tudni róla, háromszoros erőemelő országos bajnok vagy? A múltad igen. Az erőemelésre nyúlik vissza. Erőemelésre nyúlik vissza, igen. Most már pár éve nem versenyzem. Na most, hogy láttam, hogy ti telekeztétek itt viszonylag közel hozzám a skanderozási kedvet kaptam hozzá, hogy kipróbáljam ebben is magam. Vegyetek példát róla. Ja. Megtanítjuk az alapokat, és akkor nyomkodunk egy kicsit. Hajrá! Jó. Mindig arra kell figyelni, hogy a vállad síkjától, az a karda ne legyen kijön. Nem menjen ki utána? Egyet mennyi van. Mindig meg is figyelni kell, hogy ne nagyon legyél ki, mert ne induljál mínuszba, tudod. Mindig figyeld az ellen felett, hogy hogy áll be. Igen, tehát hogy kezdzel érte és lejúlni, nehogy a mit, hanem akkor is dűlök vele. Jó, az már az ilyen. Mert ilyenkor fordul a törés, ugye, hogyha kimegy a... Kimegy és ott elindulsz arra, tudod, és ellenkezőleg. Az nem jó. Hát mindig figyelj, hogy egy vonalban legyél. Igen. Aha. A partnerre, igen. Ahogy indul, ha kicsit így indul, ha te beljebb, akkor mindig az egy vonalban. Aha. Általában, igen, megszokott. Vannak olyan nyomások, hogy van az a belső, igen. Amikor belül lesz, az a hook. Az a hook, amikor fordítod. Igen. Aztán van a külső, a dobról, az meg így. Aha. Te meg van a száj, az oldal nyomás. Az meg csak egyszerűen így. Megindulsz, hogy bán. És egyszerűen csak aha. Tehát a kocsmai szkanderrel ellentétben kötelező csuklózni. Igen. Az a indul, hogy a csuklóddal valamit indítasz. Az a lényeg indulásnál egy egyenes életet. Utána már kötelező használni. Ha ugyanígy vagyok, akkor az ellenfelednek már adod, mert így mész már, ismerkedve a brutál erős, ha brutál az erős, hogy csak ott tudod tartani, akkor még jó esélye, de ha nem, akkor pillanatokat is elhúzza és elhúzza. Ez a három. Meg majd utána majd rájössz arra, hogy a testeddel tudod, hogy tudsz segíteni. Előre akarod, de azért ez egy technikás, mert sokan, akik bejönnek, mindig ezt csinálni. Csak karból dolgozunk, mert még nem tudják tenni. Igen. Mert együtt kell, azért van az, hogy a zárt pozíció, általában kell, hogy mindig zárt legyen. Mindig célhoz, közel legyen. Hajtál is, akkor valamikor jön egy kicsit. És indulásnál meg. És akkor már rögtön. És akkor úgy tudnak indulni. Megszokva van, hogy két lábra is beállnak a dobrolosok, azok már általában még felhoznak középbe a könyveket. És ott akkor és az már lehet írva. Ez már lehet írva. Mint ha le akarnék este valami sziklára, és akkor te lennél a mentőben, hogy belé kell kapaszkodni, és te tartod a kapaszkodni, és akkor segítek az testemben, és akkor alig fejtek ki. A testemben is, akkor mennyi már húzom is. A tested arra használod, hogy jobban megterhelyed a másiknak még a karját, tudod? Még húsz erőt. Hogy még több erőt az erőt. A tömegre, hogy. Ja. Jó, lesz, van erő. Nagyon jó. Kezd ugye zsibbadni savasodni. Neked azt fog dominálni, hát miközben majd figyelik, hogy párhuzamos legyen a vállalat. Igen. Indulásnál. Igen. Nekem ott sok roma, hogy meg a láncán most egy kicsit egyébként. Várjál. Azt, hogy hogy fogom. Várjál. Meg egy kicsit mondja, hogy feljebb kell, az a lényeg, hogy csak ez látszó. A bütyöknek ki kell látszódni. A bütyöknek ki kell látszódni, de ez meg nem tudom, hogy ennek hogy ezt kell fogni. Ez csuklód, jó? És lehet, hogy neked csak annyi kell zárt. És ha megindulsz, így, hogy arra felé húzzad valamit, és kicsit kell majd, ha megnéznéd, hogy mennyi az idő. Kicsit kell fordítani, de közben meg be kell hagytani a csuklót is.
a nap. Bevalított, és kicsit úgy arra, és akkor úgy húzod arra. Tehát, hogy a könyököd is menjen a párna, az alsó szarokba próbáld lehúzni. Hogy? És akkor majd igen. És akkor persze, az is majd szépen egy ilyen olyan mozdulatot tesz. Úgy is jó, csak akkor ne arra figyelj, hogy az maradjon stabil az. Mi az maradjon? Igen. Ahogy beadjad egy kicsit. Érzed, hogy jó? Aha. Ja. Akkor gyere, feszülj bele. Hú, köszönöm. Na, de csak így játszod. Jó. Hát, balnod az igaz. Hú. Nincs inkább ezt a... aztán ezt csinálom. Aha. Lehet, hogy kinyílik az ember, ahogy húzza, azt mondja, hogy olyan nehéz. Hát igen, mert én így tartom a kezedet. Hát az, igen, lehet, hogy tartom, ezt tudom mozdítani. Igen. Igen. Az, hogy nem maradunk a csuklom, nem tudom. Igen, abban, de az, hogy nem mozog, abban azért nem mozog fel a csuklom. Ki a csuklótán? Egyszerűen nem mozog, hogy a csuklón, nekem az a gyenge pontom. Ha. Vagy a most a leggyengébb pontom a csuklón. Ja, igen, hirtelen most kijöttöd. Hát, ugye belső lenne a jobb akkor? Hát most már hirtelen kijöttem, és ennyi volt így most. Nem mozog a kezem. Bal van valaki? Húzzuk ki, mindjárt tanyag. Jó. Igen. Bicepszed erős, a csukló. Az a gyengé. Az a bicepszed erejét át tud adni. Aha. Tudjál azzal robbantani. De amikor meg is állunk, bicepszből jól tartod. Tudod tartani, csak ugye vissza. Az a csukló, igen. Igen. A csukló rá kell gyóri nagyon. Ez a jó, hogy minél több kezet fogsz, tudod, annál jobban kialakul a rutinod. Várjál. Ezért fogjál így össze. Várjál, mert itt tudod használni egy csuklót. Becsuklózol, és utána így jössz, így adom a csuklót, magad felé húzol, de ezzel is így gondolsz. Aha, tudod, így magad felé. Hát jó, igen, és akkor így elmondja, így nem tudja, hogy értem. Vagy ha befeküdni az asztal alá, mi arra kell használni?
Ez az, alakul, ez az. Hát most már jó a lába. Úgy, ez az. Igen, alakul. Hogy a másikat is beengedted és súlyodva voltál. Jó. Tudjanak, nem érzem, hogy itt hozzám. Ne is nyom neki, nagy csuklója oda van neki. Ne is nyom, hogy érje vissza a lopálásra. Ezzel... A csukló elmegy, ne gyere vissza. Nem jó, csukló, de elmegy. Azt úgy... Csukló, de csuklók nagyon... Na, majd arra kell rá menni. Az nem a csukló. De már itt az egy-kettő van, hogy jó, hát akkor jó lesz az. Jó. Csukló meg az ujjak.